Sziasztok, én Ákos vagyok. Sziasztok, én Melina. Ez pedig itt a Jobpont következő pontja. A mai részben a bérigényről lesz szó, ami talán a Jobpontnak a legkomolyabb része, viszont próbáltuk ezt is egy kicsit lazábbra venni. Ja. Egy olyan szituációs montást állítottunk össze nektek, amelyben olyan kérdésekre kaphatok választ, amiket HR-esek tesznek fel nektek a bérigénnyel kapcsolatban. Mehet? Ja. Mehet. Most, hogy mindent megbeszéltünk, egy dolog maradt már csak hátra, hogy mennyiért vállalna ezt a munkakört. Mit érek meg maguknak? Maga mennyit keres? Hát olyan 100 és 300 között. Azért biztosan van valamilyen elképzelése. Minél több. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon sok minden felmerül. Például az, hogy mennyire szokta kezdőket felvenni, valamint milyen gyakran van fizetés. Úgy gondolom 250 és 280 között egy méltányos összeg lenne a részükről. Kérem, indokolja meg ezt a bérigényt. Azért, mert a barátom is ennyit keres? Mindketten jól tudjuk, hogy túl régóta van kint ez a hirdetés. A tanárom azt mondta, hogy ennyit nyugodtan kérhetek. Úgy gondolom, hogy a tapasztalataim és a nyelvvizsgám ezt igazolja. Nem túl fiatal ehhez a bérigényhez? Azt mondja, hogy idősemnek nézek ki a koromnál. Akkor mégsem kellek. Miért túl fiatal vagyok? Miért én hány évesen kezdte? Lehet, hogy fiatal vagyok, de ezzel szemben energikus. Könnyen tanulok, valamint karriert szeretnék építeni. És úgy gondolom, hogy az én fiatalságom és az idősebb kollégák tapasztalata egy nagyon erős csapatot tudnak kialakítani. És ha mi ennyit nem tudunk fizetni? Sziasztok! Mit gondol, miből fizetem a rezsit? Ez nem alkutárgya. Hát mondja már meg magának, mennyit érek, szép asszony. Azt gondolom, hogy egy 10% még lemehet ebből a kívánt összegből, ha az önnek megfelel. Rendben van, ez még mindig kicsit több, amire mi gondoltunk, de megbeszélem majd a főnökömmel, és elképzelhető, hogy ez elfogadható lesz. Köszönöm szépen. Mi is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én sokszor tapasztaltam már azt az ismerőseim körében, hogy egy állásinterjú nagyon nehéz amúgy a bérigényről beszélni, hiszen mint mi is, és ti is pályakezdőként úgy gondoljuk, hogy nem érdemeljük meg azt az összeget, amennyit elképzeltünk magunknak, de ne legyetek ennyire kritikusok magatokkal szemben, mert lehet amúgy, hogy sokkal többet értek annál, mint amit gondoltok. Igen. Szóval ezekből a szituációkból is láthattátok, hogy egy kicsit magatokat kell protezsálni. Legyetek egy kicsit a saját magatok szélszese. Szóval gondoljátok át, hogy mik a tapasztalataitok, mik a képességeitek, és hogy mennyit nyomnak ezek alatba. És ezek alapján próbáljátok meg igazítani a bérigényeteket. Remélem tetszett nektek ez a pontunk is. Várunk titeket majd a következő videónkkal, addig is, ha van valamilyen meglátásotok, vagy ötletetek videó kapcsán olyan témákkal, amik az állásinterjúval, vagy a munkakezdéssel kapcsolatosak, azokat írjátok le a komment szekcióba, és igyekszünk legközelebb is feldobni a kedveteket egy újabb ponttal. Addig is sok szerencsét kívánunk minden egyes pályakezdőtársunknak. Igen, sok sikert! Sziasztok! Sziasztok!